szívemben lopta a halk szavát, halálom kedves mosolyát. Az ötlet ez úgy jött, hogy tudtam, hogy az a tizedik évfordulónk ez most fog jönni, mert 10 éve vagyunk együtt a párommal. Egyetlen egy dolog miatt akartam ezt így, mert nem akartam, hogy egy kis egyszerű dolog legyen. És hát szerencsére ez pont úgy alakult, hogy a Ferencváros kaptuk a Magyar Kupába, ott még nem gondoltam ilyenre. Aztán amikor megtudtam, hogy mikor van a második mérkőzés, akkor gondoltam, hogy akkor mi lenne, hogyha ha megkérdezném, hogy szeretne a feleségem lenni, hála Istennek igent mondott. Akkor te így mondhatjuk, hogy dupla izgalommal vártad ezt a mérkőzést? Így van, ugye az volt ebben a nehéz feladat, hogy szét kellett válogatni ezt a részét, hogy 90 perc, és azután a lévő lánykérés, de úgy gondolom, hogy sikerült ezt a feladatot megoldanom, úgyhogy boldog vagyok, hogy igent mondtak. A hangulat az fenomenális volt, tehát kint volt 3000 ember, igazából a budafoki szurkolók megint túl kiabálták a Ferencváros szurkolókat, úgyhogy még egyszer csak megköszönni tudjuk nekik, fantasztikusak voltak is, és tényleg le a kalappal előttük, hogy a 80 után is kijöttek ennyien szurkolni nekünk. Az esküvő időpontja már megvan? Még nincsen, de egy éven belül tervezzük, majd meglátjuk, hogy ezt egy szót sikerül, ugye azért ez egy nagyon nagy rendezési dolog. Meglátjuk, de szerintem egy év jövő nyáron remélhetőleg már sikerülni fog. A szó örökös boldogság, hogy itt van én velem. Hűvodal, mit suttognak a fák, a csend a meghitt éjszakák, számomra több, mint a világ.